fagyos hideg levegő tört rá a Kárpát-medencére, és ez a következő napokban bizony vendégünk marad. Jó reggelt kívánok Önöknek itt az M1-en, Tóth Tamás vagyok. Ennek persze van olyan oldala is, ami látványosabb és szebb, például, hogyha Balatonon kicsapnak a hullámok, ott a víz megfagy, és bőven lesz erre alkalom, hiszen fagypont alatt marad arrafelé is a hőmérséklet. Stamlerné Katalin küldött nekünk egy ilyen képet még hozzá Fonyodról, amiért köszönet, és természetesen az időjárással kapcsolatban az Önök képeit is várjuk. Címünk változatlan, meteorfotokukac.mtva.hu. Ha megnézzük egy picit a kontinens időjárását, akkor szépen látjuk, hogy a sötétkék színek most már elleptek bennünket, illetve Európa nagyobb részét. Bizony átlag alá csökkent a hőmérséklet, a hideg pedig eljutott a mediterrán térségig is, bár onnan várhatóan nem nagyon megy tovább, illetve valamennyire igen, csak abban a térségben már ez nem okoz számottevő lehűlést. Észak-kelet Európában viszont folytatódik a farkasordító hideg, Skandináviában viszont a következő nap nagyon jelentős enyhülés várható. Nálunk viszont ilyen kilátások nincsenek, viszont a felhőzet elkezd tovább fékonyodni, szakadozni, különösen az észak-kelet felől átbukó hideg kontinentális levegőnek köszönhetően. Tehát itt a Kárpátok déli oldalán, főként felvidék egy részén, észak-kelet Magyarországon ma már felszakadozik a felhőzet, akár több órára kisüt a nap, viszont az összefüggő felhőzet, amit a mediterrán ciklon hozott ide hozzá, az itt a déli-délnyugati területeken még sok felé megmarad, itt további kisebb hóeséssel számolhatunk, és bizony a lehulló hó, mivel most már megmarad, ezért azt a viharossá fokozódó szél hordhatja is, különösen nyugat-délnyugat Magyarországon, ahol egyébként a hőérzetünk ma is a legrosszabban alakulhat, illetve észak-kelet Magyarországon is a Bodrog közben, az Zempléni-hegység környezetében lesz kifejezetten hideg az idő, és a hőérzetünk ott alakulhat legalacsonyabban. Itt Budapest környékén kevésbé lesz ma szeles az idő, és itt magasabb lesz a hőmérséklet is, viszont a száraz levegő egyértelműen meghatározóvá válik a következő napokban, sok-sok napsütéssel számolhatunk. Az éjszakák nagyon hidegek lesznek, napközben is több helyen 0 fok alatt marad a hőmérséklet, bár azért a hét közepén láthatjuk, kismértékben enyhül az idő, tehát napközben egyre több helyen, ha kevéssel is, de 0 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Piros az ég alja, alig ha szél nem lesz, hangzik el a kormányostól Petőfi Sándor János Vitéz című verses meséjében. Vajon tényleg igaz, hogy ha vörös a naplement, az szeles időt jelezhet? Petőfi szerint igen. Másnap, amint az ég alja jövendölte, csak ugyan szél támad, mégpedig nem gyönge. Ha tudományos tényeket nézzük, korábban már beszéltünk arról, hogy napnyugtakor eleve nagyobb hullámhosszú sárgás, vöröses színek jutnak el a szemünkbe, melyek kevésbé szóródnak a légköri útjuk során. A népi megfigyelések mégis azt mondják, ha vörös az ég alja, akkor szeles lesz az idő, de vajon mi okozhat mégis az átlagosnál vörösebb napnyugtát? Hát például a felhők, amelyek a nyugati horizonton tűnnek fel, mivel azok a légkör magasabb rétegeiben jelennek meg, így előfordulhat, hogy a felhők még a lemenő nap fényét is visszaverik, azaz a szemünkbe onnan eljutó napfény még hosszabb utat tesz meg, így még inkább a vörös fény kerül érzékelésünk előterébe. Tudván, hogy a mi földrajzi szélességünkön a markánsabb időjárás változások rendszerint nyugat felől érkeznek, így abból az irányból megjelenő felhők valóban jelenthetik a szeles idő közelettét is. Kedves nézők, én pedig most búcsúzom Önöktől, viszontlátásra!